Köszöntöm a Kultúrzug nézőit, és most egy kicsit a picik világába fogunk bekukkantani. A stúdióban pedig köszöntöm Bőcén Zsuzsannát, aki a Benjamin óvoda, illetve bölcsödének a vezetője, és azért is hívtam be, mert azért úgy néz ki, hogy véget ért, vagy legalábbis lazul ez a járvány időszak. Elindult újra az élet az óvodákban, iskolákban, igaz, az óvodákban azért nagyjából működött is, de azért mégis egy nagy levegőt vehetünk, és újraindul minden, és az önök éve is újraindul, kezdik beiskolázni a gyerekeket. Mutassa be nekünk ezt az óvodát! Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. A mi intézményünk 1992 óta működik. Lassan 30 éves. Lassan 30 éves lesz. Óvodaként működött főkép, de 2014-ben kiegészültünk egy bölcsödei csoporttal is, úgyhogy most már ebben az évben 58 óvodásunk és 12 bölcsödésünk volt, de a jövő évi tendencia azt mutatja, hogy már növekszik ez a létszám, úgyhogy a három óvodai csoport mellébe fogjuk indítani a negyedik csoportot is. De azért ez egy maga nemében egy különleges óvoda. Igen, egy különleges óvoda, mert a fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség, tehát a különböző alapszolgáltatásokon kívül, amit egyébként minden önkormányzati óvoda is biztosít, ezen kívül mi a zsidó vallással és a zsidó hagyományokkal is megismertetjük a gyerekeket. De ez nem jelenti azt, hogy csak zsidó gyerekek jelentkeznek, ha jól tudom, majdnem, hogy fele-fele arányban, hát ugye? Egy kicsit több azért még a zsidó kicsit, családok igen. aránya, de valóban vannak nem zsidó hát családok. Hát nem csoda, hogy több, mert azért gondolom nem sok ilyen óvoda van Budapesten. Nem, Budapesten 3 vagy 4 ilyen óvoda van, úgyhogy több nincsen, igen. Mm-hmm. Mi nagy szeretettel fogadjuk a nem zsidó családokat is, annyi a kérésünk, ha mondhatok ilyet, hogy fogadják el a mi hagyományainkat, a zsidó ünnepeket, amiket mi ünnepelünk. Hát a ünnepeket a gyerekek nagyon szeretik. Igen, és ezek többségében vidám gyermekközpontú ünnepek, úgyhogy nagyon tudják szeretni a gyerekek, és nagyon szépen elfogadják a nem zsidó családok, és ettől egy picit, még ha lehet többek is lesznek, mást is megismernek, más kultúrát, úgyhogy ezzel nem szokott gond lenni. Igen, ez feltehetően csak gazdagítja a gyerekek kultúráját. Végül is gyerekkorban azt hiszem, hogy jó, a családi indítatás azért mindig nagyon fontos, de hát adott esetben másik iskolában is ugye a vallást ugyanúgy tanítják. Igen, bár nekünk az a szerencsénk, hogy ugye mondhatjuk, hogy bölcsödétől egyetemig tart ez a zsidó oktatás, mert ugye bölcsöde, óvoda, utána következik a sejberiskola, hova tovább mennek tőlünk a gyerekek. Igen. Ez is Zuglóban van, igen. És hát, hogyha leérettségiztek, és még mindig ezt akarják folytatni, akkor mehetnek a rabbi képzőbe is, úgyhogy ott is folytathatják. Tehát akkor a azért önök akárhogy nézzük, egész hosszú évtizeden át, igen, majdnem igen. két évtizeden át végigkövetik a gyerekeket, a gyerekek elnézést életét. De azért nyilván ez a tematikában is valamelyest tükröződik. Tehát a mindennapokban nem, csak mondjuk az ünnepek alkalmával? De a mindennapokban is, ugyanis vannak olyan zsidó szokások és hagyományok, amiket tulajdonképpen a mindennapokban is követni kell. Hát, hogyha egy hetet nézünk, akkor hétfőn kezdünk egy úgynevezett havdala szertartással, amikor is lezárjuk a szombat ünnepét. Ezt szombaton este szokták csinálni, de mivel, hogy akkor nem vagyunk az óvodában, ezért mi ezt hétfőn tartjuk. Utána ugye minden étkezés után egy étkezés utáni áldást mondunk a gyerekekkel, péntekenként megtartjuk ebéd előtt a sabbat ünnepét, úgyhogy így átszövi igazából a mindennapjainkat is, és hát persze megtartjuk az ünnepeket is aktuálisan. De hát ettől függetlenül ugyanúgy kirándulnak, gondolom. Természetesen, hát nagyon sok, amikor engedi ugye a helyzet, most sajnos egy jó ideje már nem tudunk igen. külső programokat szervezni, de amikor úgy engedi a helyzet, hogy lehet, akkor sokat kirándulunk, állatkertbe járunk, tűzoltóságra, tehát nagyon sok külső programot szervezünk a gyerekeknek. Akkor nem feltétlenül csak Zuglóban. Nem csak Zuglóban, nagyon sok felé szeretünk járni, látogatjuk természetesen a zsinagógákat is, kapcsolatban állunk velük, ők is szerveznek nekünk gyermekprogramokat. Ja, és akkor oda elmennek. És akkor oda elmegyünk, igen. Igen. Uh-huh. A gyerekek, egyébként van olyan korosztály, amelyik jobban, erősebben jelen van? Vegyes csoportok vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy 2,5-től 6-7 éves korig vannak nálunk a gyerekek minden csoportban, és azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül egyforma az arány. Tehát ugyanannyi pici, ugyanannyi középsőskorú, és ugyanannyi nagy körülbelül, ez mindig így alakul. Hát ugye, akik elmennek nagyok, azok helyére áll
általában jönnek a picik, és hát így mindig így, igen, így és egyenlően marad. Nem feltétlenül zuglóiak. Nem feltétlenül zuglóiak. Ennek ugye, az hát, arányát egyébként tudja? Hát az úgy nagyjából fele-fele. Picit több azért. Ez érdekes. Igen, de igen, hát onnan a környékről, ahol igen, az óvoda környékén, akik laknak, szívesen választják az intézményünket, de hát akik viszont a vallás, vagy tehát a vallás miatt jönnek hozzánk, azok hajlandóak akár messzebbről is igen, eljönni. Igen, igen, hát mivel kevesen, vagy kevés ilyen óvoda meg bölcsöde van, és a csoport létszám az hogy alakul? A csoport létszámai nagyon kedvezőek, mert még viszonylag kis létszámú csoportokkal működünk, tehát egy 18-20 gyereknél többet nem veszünk föl a csoportokba, mert itt sokkal könnyebb a gyerekeknek is az élete, kevesebb konfliktus alakul ki, jobban hozzájutnak a játékokhoz, pedagógusoknak is sokkal könnyebb a differenciálás, az egyéni fejlesztés, úgyhogy ezt így tartani is szeretnénk. Ezt a létszámot. Azért ez érdekes, hogy említi a differenciálást és az egyéni fejlesztést, tehát már ebben a korban is odafigyelnek. Ez nagyon fontos, igen, igen, mert az óvodáskorban is nagyon fontos, főleg egy ilyen vegyes csoport esetében, amit említettem, ugye vannak a nagyok, akik egész más igénnyel rendelkeznek, igen. És a picik is, tehát ebből a szempontból is, meg hát persze a fejlettségi szempontból is tudunk így jobban differenciálni, akinek egy picikét több fejlesztésre van szüksége, arra jobban oda lehet figyelni, jobban lehet vele egyénileg foglalkozni, mert nem olyan őrülten nagy a létszám. És oktatnak-e nyelveket, idegen nyelveket? A gyerekek hogy állnak a nyelvtanuláshoz? Igen, a gyerekek nagyon szeretik egyébként. Eddig is volt egy olyan angol foglalkozásunk, ami hetente egyszer történt egy kb. Fél órás időtartamban, de most tervezzük majd egy angolos csoport beindítását is, ami egy két tannyelvű lenne igazából, amikor is a délelőtti órákban folyamatosan ott lenne egy angol nyelvtanár a gyerekekkel, és bekapcsolódna a játékokba, a foglalkozásokba, de kizárólag angolul szólna a gyerekekhez. És hát ami a nagyon fontos, hogy a hetente négyszer van héber oktatásunk is, főképp az 5-6 éveseknek, úgyhogy ezt is nagyon szeretik a gyerekek. Ez is egy játékos foglalkozás, nem egy tanórát kell elképzelni, hanem játékos, színes, énekes, dalos, mondókás foglalkozás. És vannak mondjuk külsős tanárok is, akik jönnek fejlesztésre? Igen, hát nem is mondanám, hogy tanárok, inkább iparművészünk, zenepedagógusunk. Igazából az alapszolgáltatáson kívül, amit egyébként az óvodapedagógusok ugyanúgy megadnak, mint bármelyik más óvodában, ezen kívül vannak nekünk plusz szolgáltatásaink, és ez pedig az állandó logopédusi jelenlét. Ugye van egy logopédusunk, aki a hét mindennapján ott van a gyerekekkel. Ez egy probléma ezek szerint a gyerekeknél? Vannak problémák, igen, és hát ő már egészen pici kortól a bölcsödéseknél is már végez felméréseket, hogyha beszédindító terápiára van szükség, vagy bármilyen beszédhiba korrigálására, akkor ezt ő meg tudja oldani. És van neki egy TSMT terapeuta és alapozó terapeuta végzettsége is. Azért ebbe avasom bele. Hát valójában ez egy tulajdonképpen egy mozgásfejlesztés, de nem csak a mozgást fejleszti, hanem a különböző értelmi képességeket is ezáltal. Tehát akinél ilyesmi jellegű lemaradást tapasztal, ezt ő házon belül korrigálni tudja, és tud rá fejlesztő foglalkozást ajánlani. Hát ez nagyon nagy dolog már, hogy ez kiskorban. Jó, meg hát nem kell elvinni az oviból, ez nagyon sokat szokott segíteni a szülőknek, hogy úgy házon belül megoldódnak ezek a problémák. Aztán ezen kívül van még egy plusz iskola előkészítő foglalkozásunk is, amit az egyik fejlesztő pedagógus kolléganőnk, egy óvodapedagógusunk tart. Ez csak a nagy csoportosoknak természetesen. Azon kívül, amit egyébként a csoportokban is megkapnak, azon kívül van még ez a plusz iskola előkészítő foglalkozás is, ahol tulajdonképpen képességfejlesztő feladatokat végeznek, vagy inkább játékokat mondanék, tehát nem egy feladatlapozást vagy tanulást kell elképzelni, hanem az olyan képességeket fejleszti a kolléganő, amik majd annak idején alkalmassá teszik a gyereket az iskolában való helytállásra. Helytállás. Tudják követni, hogy milyen arányba, hova mennek el a gyerekek? Hát igazából ezt kell is nekünk, tehát minden év végén ugye adminisztráljuk, hogy melyik gyerek melyik iskolába ment, vagy hova, melyiket választotta. És zömében folytatják Egyre többen mennek a Sejber iskolába, igen, ennek azért nagyon örülünk. Igen, ennek nagyon igen. Örülünk, de nagyon sokan mennek a 13. kerületi, 14. kerületi iskolákba, úgyhogy igazából ez is ilyen, nem egy tendencia, hanem mindenki, amit választ. Úgyhogy
Böcén Zsuzsán, nagyon köszönjük, hogy ezeket elmondta nekünk, nagyon érdekes világba csöppentünk bele. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, és szeretettel várunk minden érdeklődőt intézményünkben. Böcén Zsuzsa, nagyon köszönjük, hogy mindezt, ezt a sok-sok érdekességet elmondta, és bevezetett minket egy ilyen új világba, és ugye a beiratkozás azért most zajlik. Igen, a beiratkozás nálunk egy kicsit másképp van, mint az állami vagy önkormányzati óvodákban, nálunk egész évben folyamatos, tehát nincs egy naphoz kötve, hanem szeretettel várjuk egész évben a jelentkezőket, és ha van helyünk, akkor fel is vesszük őket természetesen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.